Halló, sziasztok, itt Attila, ez pedig a GameHalom csatorna, Bannerlord sorozat. Az előző részben itt harcolgattunk, egyrészt Diatmatot próbáltuk megvédeni, másrészt meg ezt a sereget elintézni, de mindkettő nem sikerült. Szóval úgy gondolom, hogy ezt a csatát most itt elkerüljük. Részben elhúzódunk tőle, hát ha a két sereg itt külön válik. Owner of Diatma. Ezt nem eldöntöttük már múltkor? Neked a Mekalov kastélya tiéd, meg Nevinsz kastélya. Neked nincsen semmid. Epikrotelban lakik. Aha, jó, de nincs amúgy területe szerintem. Ezt valahogy jó lenne megnézni. Hősök. Itt nem sorolja fel, hogy milyen területeink vannak. Nem viszi túlzásba mi. De jó lenne, hogyha neked esetleg. Ez jó lenne, hogyha jobban össze tudná írni, mert akkor jobban biztosan tudnám. De szerintem, nem tudom oda vinni az egeret, de szerintem kielezni, hogyha lenne területe. Igen, mert ott írja nekem is, hogy Owner of Epikrotea, Diatma, Varcseg. Ja, tényleg nem is látjátok teljesen, mert ugye a kamerám alatt volt. Szóval látjátok, hogy kiírja, hogy milyen területei vannak, mint nekem is, és neki, ha minden igaz, nincs területe, szóval nekik hogy adjuk Gifornak. Na, ugorjál tovább, köszi. Na, és most az a célom, hogy valahogy ezt a két sereget külön választani. Külön mennek. Aha. Oké, most egyelőre bejövünk ide. Ez a 78 fő. Ez megy oda ütközni. És egyé váltak. Az szomorú. Ez a 78 fő, hogyha külön lett volna, az nagyon jó lett volna nekünk. Ez 500 fő még valami gondot fog okozni. Ott is van 500 fő még. Ha! Hát ez esélytelen. If you please, stop there. Jó, figyeljetek, legalább őket elkapjuk. Ha más nem is ebben a csatában nyerni fogunk, egy 100 főt azért meg el tudunk verni. De kétszer 500 főt, de miért te vezeted mindig? Az a kérdésem merül föl, hogy szokat mindig visszatöltetem, amikor ezeket átállítottam? Na, most ha minden igaz, mi támadunk, szóval nem is nagyon fogok beállni, hogy taktikázgassunk, mert ők csak úgy is fogják, azt úgy állnak össze. Jöjjön mindenki utánam. Aztán nem tudom, valahova majd ide. Ide egy szép, egy formációt ide összerakunk. Nem visszük nagyon túlzásba ezt a formációsdét, csak... Tudjátok, úgy relatíve egyszerre érkezzen a lovasság, gyalogság, meg az íjászok oda. Ez jó volt, ez hol találtál el? Direkt föltartom a pajzsomat. Értem én, hogy nem olyan nagy, de azért na. Az ott egy szövetséges csapat? Mikor szállt be hozzánk egy kis szövetséges csapat? Ugye nem is teljesen szövetséges, mert ezek ilyen birodalmiak szintén. Na, az íjászok nem fognak lőni. Goose formation. Ja, nem fognak lőni, mert nem látunk senkit. Lőnek ránk? Ja, lőnek ránk. Infantry! Form a shield wall! Egy dolgot nem értek. Tudom, hogy tudnának futni pajzsal. Tehát miért lassítanak le? Tehát, hogyha parancsba adjuk, hogy támadjanak úgy, hogy fenntartsák a pajzsot, akkor, értitek, akkor elkezdenek futni. Tehát, hogy nézzétek csak. Ha azt mondom nekik, hogy charge,
Nézzétek meg, elkezdtek futni. Tehát ha csak annyit mondok, hogy menjenek A-ból B-be, akkor miért lassítanak le? Azok a csapatok nagyon meg fogják járni. Nem tudom, milyen embert kaptunk magunk mellé, de nagyon nem ért hozzá. Nem baj, szerintem egyébként jók vagyunk így. Harcolhatok külön, nem kell nagyon odafigyelnem és mikromanagelnem a csapatokat. Ha levágnék egy-két embert, az nem lenne rossz. Ja, ok, most érkezik be a lovasságunk is. Jó, nagy esélye, senkit nem fogok levágni. Hol vannak hiászok? Ah, kedvenceim. Az jó volt, megakadtam. Na végre egyet levágtunk. Ez mikor átrepült? Ki is feküdt. Jó, bár így menne minden küzdelmünk. Nyertünk is. Ez egy ilyen gyors takarítás. Taktikázzuk itt ezeket az ütközeteket. Itt meg megmentettük. Itt felvesszük foglyokat. Nem akarok vinni most. Azért csak akarok foglyokat, mert le fognak lassítani minket. Azt meg nem szeretném. Hát... ezzel mit csináljunk? Úgy érzem, össze kell hívnom az összes seregünket, hogyha ténylegesen fel akarom venni a harcot ezekkel a létszámokkal. Tehát plusz 200 fő, úgy érzem, az már megoldaná a helyzetet. Az kérdéses, hogy honnan fog érkezni. Ez nem ugyanaz a sereg, ezt még igazából megpróbálhatjuk elverni. Azt nem tudom, mennyire erős egységeik vannak. Hát, vannak jó embereik. 54 légionárius, 45 palatin guard, 42 elit katafrat. Figyeljetek. Mentünk egyet. És megnézzük. Nem a szévre akartam nyomni. És megnézzük, hogy el tudom-e verni. Meglátjuk. Rájunk egy újat. Júj. Júj lesz a neve. Júj. Még egy vereség. Mondjuk relatív jó lenne, hogyha nappal lenne. Ezt úgy szoktam szeretni. És így most rájuk megyünk. Fejlődött még valaki? Nem. Eckhard az le is van sérülve. Who are you? Answer quickly before I give the order to attack. Igazából jók vagyunk, lehet. És nekünk, tehát mi fogunk védekezni. Az jó, az jó. Akkor be tudunk állni egy jó pozícióba. Már ha van itt jó pozíció, mert technikailag annyira nem látok. Mondjuk talán ide. Hegyoldal az nagyon jó lesz az ijászoknak. Egész ideig elhozhatom a katonáimat? Szerintem igen. Az a zászló mutatja. Szóval, ha igazam van... Na, hagyj jelöljön már ki. Úgy. Oh yeah. Oh yeah. Oda nézzetek. Oké, tehát nem tudnak úgy állni, ahogy szeretnénk. Mert a hegy nem engedi. Miért nem álltak szét? Vagy szétálltok? Csak annyira messze vagyok? Na, most sikerült nekik. Már örülnék, ha... Aha, most jó lesz. Látna, hogy így erre. Majdnem jó. Most megint visszaálltak ilyen formát. Aha. Látok, ez egész jó lehet. Oké. Szó-szó, fogadjuk el, hogy az úgy jó lesz. Kevés emberünk van erre. Azt akarom, mindenhol három emberünk legyen, így.
És a lovasság meg nem tudom, szintén valahova ide, az kész. Ők mindegy, hogyha nem úgy állnak, ahogy kéne, hogy álljanak. Na. Az a kérdés, hogy vajon az íjászokat feljebb tudom-e rakni. Mindjárt meglátjuk. Jónak tűnt a zászló, ahogy rakta őket. Az se baj feltétlenül, ha egy kegyetlen nagy vonalat hoznak létre. Márpedig majdnem úgy csinálják. Jön egy hadvezér, azt mindjárt elintézem. Az íjászaim is lőni fognak rá mindjárt. Meg is nézhetjük. Hát nem viszitek túlzásba. Hopp, azért elkezdték szórni. Ennyi. Ez jó volt. Milyen kardod van vajon? Reaper. Egész jól néz ki. Ja, elég jól néz ki. Nem akarom lecserélni, mert nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy jobb, mint a miénk. Lehet az íjászokat előrébb hozzuk. Gyertek kicsit lejjebb. Mert úgy gondolom, hogy nem álltak be úgy, hogy ténylegesen mindenki tudjon lőni. Talán ez egy jobb pozíció lesz. Lovasságot kicsit arrébb. Igen, ez jónak tűnik, ez jobbnak tűnik. Ezek a gyalogságaik jönnek ott? Ja, totál formáció dobálva vannak. Ez mindkettő lovasság. Aha, jó, akkor csak az egyik oldalt tudom megvédeni a lovasaimmal. Végül is igazából ami jelenleg történik, hogy előre küldenek néhány parasztot, hogy az íjászaim szarrá lőjék őket, de közben elpazaroljanak egy csomó nyilvesszőt. Nem tudom mennyi nyilvesszőjük van, de egy tömegbe könnyebb belelőni, mint egy darab embert eltalálni. Nem baj, most már jó lesz, most már a tömeget lövik. Oké, van pajzsuk, tehát hogy a pajzs miatt az egy picit nehézkesebb. Mi is kapjuk rendesen, nekik is van elég sok íjászuk. Nekünk nagyon sok lovasunk van, aha. Bár szerintem még lovassága se vagyunk ugyanazon a számon. Miből van nagyon sok? Íjászból mondjuk rengeteg van. Nagyon sok íjászunk van. Feleslegesen van ennyi íjászom. Ha több gyalogosom lenne, vagy több lovasom, akkor jobban jártunk volna. Az íjászok nagyon jók, ne értsetek félre, nagyon szeretem az íjászokat, csak szerintem ebben a játékban nem olyan erősek, hogy ténylegesen fel tudják venni a küzdelmet. Elküldjük a lovasságot. És elkezdünk belezavarni a gyalogságukba itt. Áú, de nagyot ütött valaki. Az íjászokkal kéne foglalkoznom inkább. Az a baj, nincsen semmilyen, tudjátok, akadály. Az íjászok olyan free-be tudnak engem célozni. Az se baj feltétlenül, ha engem lőnek, nem pedig a társainkat. Lekerült egy csomó katonánk.
Mindenkinek megmondtuk, hogy támadjon. Oké, menjünk arrébb az íjászoktól, mert le fognak ölni. Hol van még ellenség? Olyan ellenség, mondjuk lovas. Hopp, itt van egy. Itt katafrat. Oké, ezt le tudtuk vágni. Szerintem ezt megnyerjük. Ez most össze fog jönni. Gyerünk, vágjátok már le, négyen, öten vagyunk itt. Úgyne. Jönni fog az ő erősítésük is. Köszönöm, az íjászok menjenek oda nagyjából vissza. Ugye átléptük a... Hoppá, egy íjász. Lovas íjász. Átléptük a limitet, hogy ugye mennyi katona lehet lenne a mappon. Tehát ezret tud feldolgozni az engine, a motor. Így ezért jönnek erősítésesdiben a létszámok. És úgy számolja a játék, akik többen vannak, azok több katonát kapnak kezdésképpen a mapra. De úgy néz ki, mintha menekülnének. Nagyon próbálnak szerintem regroupolni. Újra összeállni a csapatokkal. Nem baj. Ez lesz nekünk. Sőt, visszanyomom, hogy támadjanak az íjászok is. Mert szerintem az íjászainkból van most a legtöbb emberünk. Itt a gyalogságuk. Lángyás. Nem tudom gyógyítani magam valahogy. A takarításban vagyok a legjobb. Futnak az ellenfelek. Akkor a legkönnyebb levágni őket. És nem egészen értem, mit csinálnak amúgy viszont. Tehát már itt vannak. Ennyire megtörtek volna, hogy most már tényleg futnak, menekülnek el, az kész. Ki az? Az egy lovas előttünk. Ez meg fog fordulni. Azok nem szoktak elfutni. És ki tudott fordulni ennyire? Nem baj, levágunk. Hopp, ott volt. Lovagokat ne engedjünk elfutni, lehetőség szerint. 52 emberük. Majdnem 100 emberük menekül itt. Ezt mellé jutottam. Mennyibe, hogy le fognak vágni még mielőtt vége lenne ennek az ütközetnek? Mondjuk legalább gyorsabban fejezzük ezt a csatát akkor. Az íjászokat itt szórnak mindenkit. De nézzétek, mennyi kegyetlen sok íjászunk van. Kíváncsi vagyok, hogy ezek közül mennyi ténylegesen az enyém. A szászlók alapján igen sok. Hogy állunk? 8 emberük van még, jó? Ezt megvárjuk, hogy levágdossák szép lassan. Ott futnak. Menjünk, srácok, ne ugyanarra menjetek mindannyian, azokat el kell kapni. Szúrd le! Akkor levágom én. Mennyit öltem már? 54. 55. Az is az enyém. 56. Ez az. Nyertünk. Az előzőhöz képest, amit a másik 500 fős sereggel csináltunk, ahhoz képest ez megnyertük. Ez most összejött. Mindenkit elviszünk prisonernek.
Ne vicceljetek. Sőt, itt úgyis vissza kell vonulnunk egy picikét, hogy a katonáink visszajöjjenek. Túl is töltöttem már a létszámot. Nézzük, kik a legalacsonyabbak. Tű, hát ebből rengeteg pénzünk lesz. Nagyon minőségi fogjaink vannak. Itt megfejlődjön mindenki, úgy. Igen, ez. Te meg katonának, úgy. Ez is jöhet velünk. Nagyon jó. És akkor vissza a városba. És még jön majd az erősítésünk, még majd jön 200 fő pluszban. Azzal rendben leszünk. Azt hiszem a Tavern Districtbe megyünk, viszont kiválogatjuk, hogy kit akarunk elbocsátani. Igen. Az urakat nem fogjuk kiváltani. Nagyon sok pénzünk van, felesleges lenne az a 30 ezer, az nem segít nekünk. Nekünk az kell, hogy ne tudjanak katonákat felvenni. Viszont egy trade-et csináljunk. Nagyon sok cuccom van. Viszont úgy, hogy a legolcsóbbakat adjuk el, mert mennyiségbe azokból tudunk így a legtöbbet eladni. Ennyit tudtunk eladni, és akkor felszabadítok egy kis helyet. És akkor most hát rekrútolni itt nagyon nem fogunk. 160 emberünk van lesérülve. Jó, akkor itt várunk egy picit. Várunk itt egy picit, még mielőtt újra elindulunk. Szerintem amúgy is elkezdenek ostromolni valamit. Az nem tudom pontosan mit írt. Valaki fellázadt, azt tudom, csak nem tudom, hogy hol. Hopp, kaptak rekrútokat, nagyon jó. Ott jön a 180 fő, és megvagyunk. Hogyan? Így. Megvagyunk úgy, hogy mindenki felépült, mi is relatív egész jók vagyunk. Party, egy emberünk fejlődött, az is jó. Ahogy ne, 725 fő. Na ezzel most már el fogjuk verni őket. Ha megtalálom. Mekolov kastélyát ostromolják? Hát ez nem jó. Vajon elkezdték már ténylegesen ütni? Vagy oda tudunk érni? 300 fő defender, az teljesen jó. 700-an vagytok? Ne szivassatok már! Mondjuk 1000 fő ellen kell küzdeniük egy kastélyban. Ha odaérünk még mielőtt betámadnák, akkor elég jók lehetünk. Aha, ez jó lehet. Álljunk meg egy pillanatra. Mentsünk. Így. Azt nem szeretem egyedül, hogy ugye ez a mentés nem úgy van, hogy mentesz egyet, és akkor egy új fight létrehoz, hanem ugyanarra menti a dolgokat folyamatosan. Így nem lehet visszatöltögetni. Assault the Siege Camp. Ezt megpróbálhatjuk, nézzük meg azt. Így viszont ugyanazok a létszámok küzdenek. Akkor ezt nem. Break in to help. 57 embert veszíthetünk. Igen. 48-at elvesztettünk, az szép szám. És álljon meg az idő. Egy ambush-t fogunk csinálni. Mert az ambush-sal tudunk olyat csinálni, megsemmisítjük a faltörő kossukat. Ó, és itt a falaink jók, meg vannak katapultjaink. Sally out, break out, request parley. E kettő között vajon mi a különbség? Ezt nem tudom. De egy ambush csinálunk. Ezt múltkor az előző videóhoz mondta is egy néző, hogy azt meg lehetett volna próbálni, mert azzal úgy gondolja, hogy azzal a legesélyesebb, hogy működjön a dolog. És ilyenkor az van, fogjuk és a lovassággal kijövünk, és a faltörőkost szétverjük. Arról nem is beszélve, hogy egy csomó embert ilyenkor el tudnak veszíteni. Pláne ugye, mivel elit lovassággal fogunk jönni. Lehet meg kéne várnom a saját lovasaimat. Hát, ti sem vagytok el gyenge emberek. De mindegy, ameddig itt körülzök körülöttetek, a lovasságon beérkezik. Hopp, beérkeztek. Egy levágva. Megállított. Nem baj, megérkeztünk.
nekik is elit embereik vannak itt. És az fontos információ, hogy érkezni fog erősítés nekik. Ha jól sejtem, talán nekünk nem. De ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Ezt szét kéne vernünk, az a fő cél elsősorban. Mert ha ezt szétverjük, akkor több időnk van akár az ostromot fenntartani. És kihasználni a katapultjainkat. Hopp, megérkezett az erősítésük. És közvetlen ide érkeztek mellénk. Baj, egyelőre úgy látom, hogy egész jók vagyunk, meg jönnek folyamatosan nekünk, és akkor ezek szerint erősítés, mert akkor viszont ez elég kellemetlen lesz nekik a gyalogság fókuszukkal, lovasság ellen. Mennyi lovasunk van, hát ez kegyetlen. Oké, kezdenek csoportosítani. Szét kéne verni. Ne fog fel saját emberem ott. Oké, kezdünk embereket veszíteni, ahogy nézem. Ez az, ezt befejeztük. Retreatelünk. Leöltünk párat, és megsemmisítettük a faltörőkost. És most várunk, nem? Most annyit szeretnék. Ja nem, elkezdték az ostromot. What? Mivel? Az érdekes. Rögtön, ahogy szétvertük a faltörőkosukat, ők ostromot akarnak. Hát ez úgy jó. Oké, hát akkor figyeljetek. Különböző embereket odarakunk különböző pozíciókba. Mindenki figyeljen mindenkire. Az nagyon jó, én vezetek itt egy IAS csapatot. Nem baj, megkapják legalább a bónuszaimat. 4 darab katapultunk van. És nincs faltörőkosuk, meg semmi. Tehát létrákat tudnak fölhozni. Azt meg láttátok, hogy a létrák mennyire darálóba mennek át. Hát ez így elég easy lesz viszont a számunkra akkor, ha ténylegesen jönni fognak támadni, mert lehet, hogy visszavonulnak. Nem, ténylegesen megindultak. Másik oldalra jönnek főképp mondjuk. Hát az nagyon csúnya lesz a számukra most. Ohó, várjátok, még tudjuk használni ezt a taktikánkat is. Ezt a nagyszerű taktikánkat is tudjuk használni. Kár, hogy nincs több helyen kő, igazából. Ezt a védelmet jobban meg lehetett volna küldeni, hogy Jézusom, mennyien vagytok itt. Hol jönnek? Hogy jönnek? Ó, hát srácok, én innen nem fogok ledobálni semmit sem. Aha, finoman, ne lökjetek le. Hát ez... Ennyit erről. Ennyit a kövemről. Jó, hát én se férek oda, hogy megvédjem ezt az erődöt. Nem vagy vég az ellenség. Maradjunk így ijászkodásnál. Aha. Látok egyet. Hopp, az ott egy fejes volt. Kár, hogy nem volt bele. Az is egy fejes volt. Na, ügyes vagy. Ez az meghalt, ez a csávó. Egy fejes volt. Olyan ellenállók az embereikbe kell, hogy ijászkodok, és nem sebzek igazán. Itt van egy másik emberünk, jó? Hagyom, hagy játszatok. Ti jól mentek? Ti hova mentek?
Jó, hát szerintem itt nekem sok dolgom nem lesz. Annyira szűkösen vannak mindenhol. Ó, várjatok. Ez kő. Ho-ho-ho. Hol tudom alkalmazni? Oda. Vagy nem. Nem baj, innen lehet tudok lövöldözni viszont. Ha, végre valakit megöltem. Ha, ott is megöltünk egyet. Annyira zavaró, hogy fejbe lövöm őket, és nem halnak meg. Elitettségek. Legalább annyit támogatunk nekik, hogy lesebezzük őket. Azaz. Jobb, ott is meghalt egy. Nézzük hát, ha most, hogyha ledaráltak pár embert ott, akkor jobban kiférek. De ki vagytok itt? Kik állnak itt? Menjetek ki oda! Áú, honnan lőttek meg? Álljatok ki szépen oda, ne az izé bástyába álljatok. Hát, engedjetek át, hagyj vágdossak én is ellenfeleket. Itt ott megölöm magam. Valahol itt fel tudunk menni, mert ezen az oldalt könnyebben odaférek. Ezt egyelőre nagyon elveszítik. Mennyi emberük halt meg? 200-at öltünk meg. Ó, itt vannak egy páran. Megint nem fogok tudni felmenni. Aj, ezt az ostromot csak végignézem, esküszöm. Tudjátok mit? Inkább hagyjuk is, ki is hagyom nektek ezt az egészet, mert tök felesleges itt lent nézni, ahogy történnek a dolgok. Na, végül valamennyit sikerült ölnöm. Még így is 450-en vannak. Annyira nem is haltak meg sokan akkor. Nem tudunk még egy ambust csinálni. Mert 850-en vagyunk, még ha ostromolnak is sem lesz sokkal jobb nekik. Na, ne jöjjön vissza az a létszámotok? Lesz még egy komolyabb véres ütközet ebből. Az előbb visszavonultak. Tehát úgy, nem tudom, elvesztettek 300 valamennyi főt, azt utána visszavonultak. És milyen gyorsan építkeznek. Hát ez nehéz dolgotok lesz, hogyha már ennyi katapult el van készülve, és egyesével rakjátok le őket. Mondjuk az is igaz egyébként, hogy nekünk erősítés nem fog jönni. Tehát ők még jöhetnek. Még egy ilyen busz. Csinálunk még egy ilyen buszt. Megvártam, míg a ballisztájukat kiütötték. Gyerünk, srácok! Utánam! Te sokan vagytok szétválasztva. Ide, mindenki rám. Úgy. Előbb nagyon csúnyán csináltuk ezt, mindenki egyesével érkezett be, a kiskapun nehéz kijönni, értem, értem. Most megvárunk szépen mindenkit. És majd együttesen egy jó nagy rohammal. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Szépen, kiérünk. Megakadnak. Na jó, úgy gondolom, hogy ennyi már nagyjából elég lesz. Várunk még egy minimálisat. Jó, menjen. Menjen, adjatok nekik. Ne sajnáljátok. Csapjunk oda. Rohamozunk. Én csak beléjük rohanok, nem is érdekel. Bum.
szóval meg vannak fordulva, mivel velem foglalkoznak egy csomóan. Ó, várjátok, ezeket szét is tudom verni addig. Úgyse védik ténylegesen. Lehet, hogy gyalogságukkal kéne inkább foglalkoznom, hogy minél többet levágjunk. Enemy reinforcement has arrived. Lovasaik vannak? Lovasaik érkeztek, jól látom. Ezek mind a mi lovasaink. De ők 100%-ig biztos bennük. Baj. Le kéne vágni. Legalább egy-két dolgot. Erünk erősen. Tudom, valami kétkezes izész. Ó, ezt tudjuk két kézzel használni. Csapjad neki! Ez a Siege Tower le fog bomlani még, mielőtt visszavonulunk. Úgy. Most pedig... Öljünk meg minél több embert meg. Au. Mennyi élete van ennek a vacaknak? Sok. Régebben egyébként úgy volt, hogy távolabbról jött az erősítésük. Á, már nem nagyon velünk szerintem meg. Igen, sokan vannak. Fájdalmas. Mennyi élete van ennek a vacaknak? Ez az. És levágtak. Nem baj, kiütöttük, és azt hiszem, hogyha utána újabb ütközetbe kerülünk... Ó, nem, ebből most kimaradunk. Az csúnya. Hát akkor itt mi embereinknek kell védeniük ezt az ostromot. Egyelőre jól nézzünk ki. Hát egyelőre bőven jól nézünk ki. Egyelőre nagyon csúnyán jól nézünk ki. Vagy nem tudom, 8-szor annyi embert veszítenek. 5-szor annyi ember. Igen. 5-szer, 4-szer. 8-as sok volt. Tehát ez győzelem. Ez győzelem. Hát konkrétan egy darab faltörő kosuk maradt. Ennyi, jöjjenek az emberkék. Elfogjuk az összes minőségi katonájukat. Úgy nem akarok annyira nagyon sok foglyot. Ó, hát meg is szüntettünk mindenkit, hát ez zseniális. Oda nézzetek. Fogtuk, ezt megszüntettük az egész ellenfél sereget. Ez tök jó, az innentől kezdve akkor nagyjából nyertük ezt a háborút. Ez egy dolog, hogy én katonákat nem fogok fölvenni, mert az embereink fölveszik mindig. És bontsam le az embereket? Tartsuk meg még őket? Nem tudom. Egy biztos, figyeljetek, ezzel elérkeztünk ennek a résznek a végére. Hova tűnt a kamera? Ja, rossz gombot nyomtam meg, mindegy. Remélem jól szórakoztatok, remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is, és addig is pedig, sziasztok!